Sziasztok, üdvözlet mindenkinek, itt vagyunk egy újabb videóban. Veszprémben, egyébként én a viaduk tetejéről adom, és egy kis vasutat fogunk itt bejárni, ami gyermekvasútként működött kb. 10 évig, 1961-től 1971-ig, és itt volt egy alagútja is, valahol erre, itt ezen a hegyen keresztül, és itt a patok mellett ment valahol. És itt van velünk Ricsi is, aki kalauzol itt Veszprémbe, és én mutattam meg a kis vasutat is, hogy merre járt. Én meg utána néztem valamennyire, amit a neten találtam, képeket majd vágok be. És akkor te is a videóimat nézel, onnan találtál így meg. És elveszett vágányokat is. Jókat alszok rajta. Ja, igen, és elveszett vágányokat is. Tudom folytatni. Na, hát az a legjobb. Főleg egy ilyen hosszú videót, mert azt jelenti a bejárásban. Ez így jó, amikor sétálunk a sineken, az olyan jókat lehet aludni. Ja. Te is szoktál vonalat bejárni? Ja, környéken szoktam. Ja. De videózni szoktál? Videózni is? Nem, mert ugye ezt néztem, hogy YouTube csatornál nincsen. Jaj, hát van, csak nem ilyeneket tudod. Az összes vonal bejárósodat láttam. Akkor még megfogjuk majd nézni a kisvasút nyomonát. Egyébként a kisvasút.hu megvan a térkép, majd az alapján próbáljuk, de majd hát itt valahol le fogunk menni. De innen a viaduktól egész jobban lehet látni Veszprémet. És egyébként valószínűleg, hogy ugye addig itt valahol le tudunk menni. Úgyhogy majd onnan folytatjuk. És akkor itt vagyunk közben az egykori alagútnál. Ez a kisvasút alagútja volt. Hát valaki a villanyt is bevezette ide. Ez, nem tudom, belesünk át, ha van bent valami. És azt mondod, hogy az alagút végig megvan? Persze, majd a másik végét is megnézik. Nem sok mindent fogtok szerintem látni, hát be kéne valahogy világítani. De akkor ez ugye 200 méter hosszú alagút volt, hogyha jól emlékszem a... De már a Wikipédiánként van róla szócikket, onnan lehet ma a kisvasút.hu-n, hogy nézett ki. És az egyik végállomása is itt volt. Hogy itt kijöttek a vágányok, és oda az állatkert bejáratához mentek valahogy. És egy vágány vonal volt, és mind a két végén volt egy kitérő vágány, de és ennyi. Meg volt azt hiszem két köztes megálló, ha jól emlékszem, akkor keresik. És azt írják a Wikipédia, hogy az egyiknek megvan még az épülete. Arról tudsz valamit? Persze, megvan. Jó, akkor azt majd megnézzük. Már is lett újítva. És itt volt valahol a végállomás, nem mint az állatkert bejáratánál. Az alagóta nem tudunk átmenni, de elvileg végig megvan, és nem omlott be a közepén sem, meg nem töltötték fel. És itt lehetett valahol. Hát néhány kép felmaradt a kisvasútról, meg van egy videó róla. Bár na, nem a kisvasútról van, hanem az egyik, az építéséről van filmhíradó. Ennyi még megmaradt. Az a kisvasúthoz tartozott? Az egy talpa. Egy betonaj. És egyébként 1961-ben ezt társadalmi munkába építették meg. És azonban, és arról viszont van mozgóképes anyag, majd meg igyekszem, bevágni nem tudom, mert filmhíradós, csak a linket teszem le. De más nem, az üzeméről nem maradt fönt. Hát akkor megnézzük a túloldalát, és meg tudjuk itt kerülni a hegyet valahol. Ja, és az alagútnak meg lesz a másik bejárata is. És na, itt van az alagútnak a másik bejárata. A hegynek a túloldalán, mindjárt be is nézünk, és szoktak ide túrák lenni, amikor megnyitják és végig lehet rajta sétálni. És ez is nekem úgy tűnik, mintha egy betonalj lenne. Aha. Azért maradt itt a vasútból még valami. Ez egy kisvasúti betonalj. Ez társadalmi munkából érnek. Urkuti bányászokkal. Igen, az benne volt a filmhíradóban is, itt az urkuti bányászok ilyen csilléken tolták itt ki a földet. Még a mamám is csinálta. Igen, és a Vidám Parkkal együtt szűnt meg 1971-ben, és még a 80-as években megvoltak a sinek. A fentről pontunk meg fogom majd nézni, hogy van-e oda valami. De ugye 1982-3 környékén először cikkeztek, hogy esetleg újra lehetne indítani, hát sajnos nem indult újra. És később a sineket is felszedték. Aztán még manapság is lehet arról hallani, hogy újra akarják nyitni. Csak hát ugye most már újra kéne építeni, és valószínűleg az eredmény módon már nem lehetne. Itt jöhetett valahol ki, ugye ott van az a betonalj, és valószínűleg ott ráfordult, és akkor ott ment a járda mellett, vagy a helyén. Nem azt nagyjából, azt lehet tudni, hogy a járda töltésre épült a járda, vagy valahol ott mellette ment. De a patak mellett ment, az biztos az a térkép is úgy jelzi. Meg hát egyébként itt nagyon máshol nem is mehetne. De ez az egykori Vidám Parkban, ez régen Vidám Park volt, csak elbontottam. Hát igen, itt volt a Vidám Park is valahol. És hát ugye mások azért se lehetne szerintem olyan könnyen újraépíteni itt, mert ugye a járda mellett lehetne ott, mert nem nagyon van hely.
Meg majd manasság, amikor már minden fát közé külön ezért őriznek, meg jól csak ki ne vágják, akkor meg még nehezebb lenne itt bárhová is elvezetni. Hát valószínű kiállítási darab lesz az egykori mozdony. Meg a hát az valószínű, mert az egyik mozdony, amit itt járt, az lehet tudni, hogy egy óvodának a kertjében volt sokáig, de onnan most elvitték szerintem valami optikai tuningot csinálnak rajta, nem hiszem, hogy teljesen felújítják, és ki lesz állítva. Legalábbis ez most a terv. És hát itt nyilván most visszaépíteni nem nagyon lehetne, mert hát a fasor helyére lehetne, viszont azért meg biztos lenne tiltakozás azért fakivágás ellen, az mindenhol van. Szomokozni. De itt valahol volt egy megállója, és nem én úgy emlékszem, hogy a játszótérnél volt egy megállója. Majd mindjárt meg lesz az épület valahol. De az a végállomás volt, vagy a... Nem. Az egyik köztes megálló itt volt valahol ezen a környéken. De majd megnézzük akkor. Egyébként ez nem a kisvasúthoz tartozik, de az egykori vidámparknak ez a bejárata, hogy ez volt. És ennyi maradt meg belőle. De akkor a vidámpark az még tovább ment, nem? Ott, igen, ott addig a hídig körülbelül még tartatott. Annál tovább is. Hát azt viszont itt tényleg szörnyű szállán eltüntették, tehát itt 50 éve itt még vidámpark volt. Na itt az egyik megálló épülete. Ez megmaradt az épületén, még fel is újították, ahogy látom. És egyébként itt van a sétpatak mellettünk, és itt a patakpartján ment a kisvasút ezen az oldalon. Úgyhogy haladunk szépen tovább, de ez az egyik megálló volt. Ez biztos. És az elérkeztünk a végállomáshoz, az itt volt. Valahol itt már, aki megvolt a kitérő. És valahol itt lehetett a vége. Már a térképítések pontatlanul jelöli. Az viszont lehet, hogy ez a híd volt. Tehát, hogy itt lehetett a végállomás, és akkor ezt akkor építették. És itt valahol a kapuvonalában lehetett az ütközőbak. Hát ezt meg kell majd nézni fentről.hu-n, hogy van-e valami nyoma. Mert na, ugye 70-es években vagy 80-as években biztos, hogy vannak még légi fotók, és akkor még a sinek megvoltak. Tehát valószínűleg nem nyúltak hozzá, meg ezt egybeszedték fel, és akkor az alapján be lehet lőni, hogy hol lehetett, de az biztos, hogy itt jött valahol. Hát nem is pont ott a mostani járdát követte, mert egyenesebbet nem kanyargott ennyire, de valahol ezen a környéken lehetett, szerintem is itt jött. A patakpartján jött, és eme oldalt, az biztos. Többit aztán majd fentről.hu megnézem, hogy valahogy is majd vágok be ide képeket, az alapján jobban lehet látni. Hát nyomát végül is többet nem fogunk találni. Találtunk egy pár betonaljat, meg megvan az alagút. Gyakorlatilag ennyi, úgyhogy innen is köszönhetünk. Szerintem ez egy kilométer hosszú kisvasút volt, ez gyorsan be lehetett járni. És akkor ebben 10 évig, ha működött. A vidámparkkal együtt megszüntették. És ugye még akarták egy darabig újra indítani, de végül nem lett belőle semmi. És ez valószínűleg már nem is lesz. Viszont itt valahol szerintem itt lesz kiállítva, nem az a mozdony. Vagy ezt hova akarják tenni? Nem, itt szerintem a főbejáró. Megvan már a helye? Az állatkerti. Ugye már az akkor a másik végállomásnál lesz. Hát, hogy ha meg lesz, akkor majd lehet, hogy arról is csinálok videót. Vagy ha legközelebb eljárok, akkor lehet, hogy már ott lesz. Legközelebb veszélyben leszek, megnézem. Úgyhogy akkor ennyi, akkor sziasztok, akkor ez a videó az ennyi lett volna. Köszönöm, hogy ezt is megnéztétek. Sziasztok.